Üdvözlök mindenkit, én Laki Sándor vagyok, az ELTE informatikai kar agyunktusa, és ebben az előadásban a programozható hálózati rúterekről, illetve ezeknek a jelenéről, jövőjéről fogok röviden beszélni. Miről is fog szólni ez az előadás? Először is magukról a számítógépes hálózatokról, megismerkedünk azzal, hogy hogyan épülnek fel ezek a hálózatok, hogyan működnek maguk a rúterek, és utána megnézzük azt, hogy ezeknek az rútereknek mi a múltja, jelene, jövője, majd pedig azt is meg fogjuk nézni, hogy hogyan tud egy rúter egy robotkart vezérelni. Mik is azok a számítógépes hálózatok? Mi is az a rúter? Ez az ábra egy nagyjából 20 évvel ezelőtt készült, és egy akkori projektnek az eredménye, ami azt célozta, hogy elkészítsék az internet térképét. Minden egyes pont ezen az ábrán egy internetre kötött eszközt jelent, és a köztük levő vonalak, élek, azok pedig a kapcsolatok az összekötött eszközök között. Hogyha megnézzük ezt az ábrát, már is látjuk, hogy maga az internet az egy nagyon komplex rendszer, egy nagyon komplex hálózat. A komplexitása igazából összemérhető a természeti rendszereknek, vagy a természetben megtalálható bonyolult rendszereknek a komplexitásával. Hogyha megnézzük itt középen ezt a csomópontot, akkor az ilyen csomópontok, amik több ilyen eszközt, több ilyen pontot kötnek össze, ezek lesznek a rúterek. Ugye otthoni rúterrel valószínűleg mindenki találkozott, tehát az internet szolgáltatójától kapta, vagy vette a boltban, és ugye ez az, amit otthon a hálózatunk, vagy hálózathoz való csatlakozáshoz használunk. Ilyen rúterekkel már valószínűleg kevesebben találkoztak, ilyenek találhatók a szerverparkokban, szervertermekben, vagy akár az adatközpontokban is. Ezeknek a sebessége sokkal nagyobb, mint az otthoni eszközeinké, mondjuk 1000-szer gyorsabbak általában, 1000-szer, 10000-szer gyorsabbak. És hát vannak nagyon nagy rúterek is, ezek a internet gerinc hálózatán helyezkednek el, ahol iszonyatos forgalom megy keresztül minden nap, és ezeken a pontokon nagyon nagy teljesítményű eszközökre van szükség, hiszen rengeteg forgalmat, rengeteg adatot kell nekik továbbítaniuk a nap 24 órájában. Jó, tehát tudjuk, hogy maga az internet úgy épül fel, hogy vannak csomópontok, ezek össze vannak kötve, és vannak köztük olyan speciális rúterek, olyan speciális csomópontok, akik továbbítják majd ezeket az üzeneteket. És hogyan jut el az üzenetem egy távoli állomásra? Tehát tegyük fel, hogy Jancsi el szeretne küldeni egy üzenetet, méghozzá Tolsztoj Háború és béke című könyvét Juliskának. Ez a könyv, ez hatalmas, tehát hogy maga az üzenetünk az hatalmas, nem tudjuk egybe elküldeni, az interneten ilyen kisebb egységekben tudunk információt átvinni, és ezeket mi csomagoknak fogjuk nevezni. Ez olyan, mintha vennénk ezt a könyvet, és oldalanként küldenénk el Juliskának. Azonban önmagában egy oldalt, ha bedobunk egy postaládába, az nem fog célba érni. Azt be kell tennünk egy borítékba, meg kell címeznünk, és utána fogja tudni azt a posta leszállítani. Hasonló a helyzet az interneten is, tehát egy csomag az nem csak a adatból áll, nem csak abból, amit el szeretnénk küldeni, hanem meg is kell azt címeznünk. Jelen esetben beleírjuk a forrás címét, hogy Jancsi, és a célállomás címét, hogy Juliska. És innentől magán a hálózaton ez az üzenet ez el fog jutni Juliskához. Méghozzá úgy, hogy először elküldjük az egyik routernek, aki mondjuk az otthoni routerünk a lakásunkban, akkor ő tudni fogja, hogy azt kinek kell továbbítani, utána ő is továbbítja a szomszédjának, és szépen szomszédról szomszédra szépen eljut Juliskának a hálózatába az üzenet, és hát Juliska nagyon boldog lesz, mert végre kapott üzenetet Jancsitól. Hogyha megnézzük két ilyen routernek a kapcsolatát, és hogy mi történik egy ilyen üzenet küldés során, akkor azt látjuk, hogy igen, itt van a két rúterünk, látjuk, hogy egy-egy rúteren van többféle ilyen csatlakozási pont, ezeket mi interfészeknek nevezzük. Hogyha az otthoni rúterünket megnézzük, akkor azon is látunk több ilyen helyet, ahova ugye a kábeleket be tudjuk dugni, ezek lesznek az interfészeink, és hát valamelyik interfészen bejön egy csomag.
Ugye a csomagban a célállomás, az a Juliska, és maga a router az nyilván tart egy továbbítási táblázatot, ebbe kikeressük a Juliskához tartozó bejegyzést, és megnézzük, hogy melyik kimeneten kell tovább küldenünk nekünk azt a csomagot. És hát nagy vonalakban ugye ez fog történni minden egyes router esetén, tehát a következő routernél megint megnézzük ezt a táblázatot, kikeressük a Juliskának megfelelő bejegyzést, és akkor ebből tudjuk, hogy kinek kell továbbítanunk az adott csomagot. Tehát most már tudjuk, hogy hogyan működnek nagy vonalakban a routerek, és hogyan működik maga az interneten a üzenetküldés. Ezek a routerek ugye központi szerepet töltenek be az internet működésében, és hát ezek viszonylag hosszú múltra tekintenek vissza. És nézzük meg, hogy mi volt a múlt, jelen, jövő, hogyan fejlődtek ezek az eszközök. Ez az ábra azt mutatja, hogy az elmúlt 30 évben milyen fejlődésen ment keresztül, vagy mentek keresztül maguk ezek a hálózati routerek. A 90-es években én pár száz megabit per szekundumot lehetett elérni egy-egy ilyen routerrel, és hát ez ugye megfelel annak, amit napjainkban mondjuk egy ilyen olcsóbb otthoni internet előfizetésnél látunk. Azonban, hogyha ugye rengeteg előfizető lenne, és mindegyikbe lenne kötve egy ilyen régi routerbe, switchbe, akkor ezek már nem lennének képesek a mai igényeknek megfelelni. Napjainkban azt látjuk, hogy ilyen 10 terabit per szekundum az a csomagtovábbítási sebesség, amit ezek a szerver termekben levő routerek el tudnak végezni. És hát ez egy hatalmas fejlődés, amit igazából itt látunk. Ugye a 10 terabitet, hogyha szemléltetni kéne, akkor gondolhatunk arra, hogy ma mondjuk a legjobb otthoni internet előfizetés az, amikor optikai szálon vezetik el a hálózati forgalmat, és ez 1 gigabit per szekundumos sebességet tud. És hát ez azt jelenti, hogy 10 000 ilyen 1 gigabites lakás teljes forgalmát képes egy ilyen eszköz lekezelni, anélkül, hogy a túlterhelést okozna. Mi a probléma ezekkel a routerekkel, illetve a routerekben levő speciális csipekkel? Hát az a probléma, hogy erre a feladatról csomagokat továbbítsanak alkalmasak. De akkor, hogyha valakinek van egy új ötlete, amivel a hálózat működését meg szeretné reformálni, mondjuk, tehát, hogy ő sokkal jobbá szeretné tenni, biztonságosabbá szeretné tenni az internetet, akkor ezt nem tudja nagyon egyszerűen megtenni, hiszen ezek a csipek, ezek nem programozhatók. Ha van egy új ötletünk, akkor azt nem tudjuk beletenni. Ehhez át kell tervezni az egész csipet, amihez kell egy hardware tervező csapat, és hát ennek a költségei ideje az nagyon hosszú. Ugye a másik oldalon ott vannak ugye a hagyományos célprocesszorok, vagy hagyományos processzorok, amik a otthoni számítógépeinkben is vannak, vagy akár a szerverekben, a szervertermekben. Ezeknek a teljesítménye is fejlődött az idő során, azonban azt látjuk, hogy mivel ezek nem erre a speciális célfeladatra, tehát csomagoknak a feldolgozására lettek tervezve, hanem arra, hogy mondjuk játékokat futtassunk rajtuk, vagy adatbázisokat futtassunk rajtuk, és arra a célra nagyon hatékonyak, de a csomagfeldolgozás az más képességeket igényel, tehát itt teljesen más jellegű a feladat, itt nagyon gyorsan kell elvégezni a bejövő csomagok feldolgozását, és utána azt tovább küldeni, erre a feladatra nem alkalmasak. És itt van egy hatalmas különbség, hogyha ezt a csomagtovábbítási feladatot szeretnénk egy ilyen hagyományos processzoron elvégezni, akkor a teljesítmény, amit kapunk, az körülbelül ugye század része lesz annak, mint amit ezek a programozható vagy nem programozható routerek tudnak. De a routerekben levő csipeknek a másik előnye az, hogy ehhez a teljesítményhez az energiafelvételük az viszonylag kicsi, itt ugye 400 wattot látunk, míg hogyha CPU-kkal szeretnénk ugyanezt a teljesítményt elérni, az 25 kW-nak felelne meg. Ugye hát ez azért van, mert magukat a routereket úgy tervezték, hogy ott
Maga a feldolgozás az ilyen futószalagszerűen történik, tehát hogy bejön a csomag, rákerül egy futószalagra, valamit csinálunk vele, akkor megy a következő munkáshoz, azt megint csinál vele, utána a következő fázisról megint történik valami a csomaggal, és a végén, a futószalag végén a csomagunk kimegy egy kimenő vonalon. A hagyományos számítógépek felépítése nem ilyen. Az nem ilyen futószalag feldolgozásra lett kitalálva, és ez az egyik oka, ami miatt ez a nagy teljesítmény hagyományos processzorokkal nem érhető el. Hát ennek a konklúziója alapvetően az, hogy a hagyományos processzorok nem fogják leváltani a routerekben levő csipeket, tehát ezek továbbra is meg fognak maradni. Azaz az innováció úgy nem lesz garantálható, és az újdonságoknak a hálózati eszközökbe való beépülése nem lesz úgy garantálható, hogy ugye CPU-kat fogunk használni, amik persze programozhatók, de cserébe viszont nem elég gyorsak. Ugye miért baj ez? Hát azért baj, mert hogyha valakinek van egy új ötlete, akkor és ezt az új funkciót meg szeretné valósítani egy routerben, például biztonságosabbá szeretné tenni az internetet, vagy valamilyen szűrő funkciót szeretne hozzáadni, akkor ennek a megvalósítása az egyfelől érinti magának az eszköznek a driverét, ami persze egy szoftver, tehát hogy ott egy programozó leül pár óra alatt, vagy pár nap alatt ezt a munkát el tudja végezni. De szükség van arra is, hogy magát a chipet, ami a eszköz belsejében van, áttervezzük, és abba is megvalósítsuk ezt az új funkciót. És ez az utolsó pont, ez lesz a szűk keresztmetszet, hiszen itt egy hardware tervező csapatra van szükségünk, akik megtervezik az új chipet, legyártják a prototípust, tesztelik, majd utána ugye módosítanak rajta, és egy nagyon hosszú folyamat végén fog ez megvalósulni. A 2010-es évek elején volt egy olyan történet, hogy a legtöbb hálózatüzemeltető szeretett volna egy új technológiát, egy új szabványt alkalmazni a routereiben. Ezt nevezték akkor VXLAN-nak, és ezt mindenki szerette volna, elkészült a szabvány, és a szabvány után még 4 évet kellett arra várni, hogy az első olyan router megjelenjen a piacon, és meg lehessen vásárolni, ami tudta ezt az új funkciót. Hát ez egy nagyon hosszú idő, és lényegében ez a lassúság jellemző magára a hálózati világra, illetve ezeknek a routereknek a fejlődésére. Itt van még egy szemléltető példa, hogy egy új funkciónak a fejlesztési ciklusa az hogyan néz ki. Tehát, hogyha van egy hálózatüzemeltető, ő szokta megfogalmazni az igényt, hogy szeretne valami új funkciót, szeretne valami biztonsági vagy egyéb funkciót a routereiben. Akkor ezt elmondja az eszközgyártójának. Maga az eszközgyártó az leadja a specifikációt a szoftvercsapatnak. A szoftvercsapat hetek alatt ezt megvalósítja, csak sajnos itt még nem ért véget a történet, hiszen van egy hardware csapat is, aki ugyanúgy megkapja ezt a funkciót, illetve ennek a leírását, és utána ők éveket töltenek azzal, hogy ebből, illetve ez a funkció bekerüljön a meglévő routernek a chipjébe, és hát ugye innentől maga az eszközgyártó is évek múlva lesz képes leszállítani a funkciót magának a megrendelőnek. Tehát itt maga a megrendelési folyamat, illetve maga a új funkció fejlesztési ciklusa az nagyon hosszú. És ugye látjuk, hogy a szűk keresztmetszet az maga a hardware-be való beépítése az új funkciónak. És ennek az oka az, hogy ugye ezek a hardware eszközök, ezek a hardware chipek nem, illetve router chipek nem programozhatók. Tehát ez az alulról fölfelé megközelítés, amit ezek követnek, hogy maga az eszköz mondja meg, hogy én így dolgozom fel a csomagokat, és mindenkinek ehhez kell tartania magát. Itt nincsen semmilyen lehetőség módosításra. Tehát ez ugye megköti úgymond a programozóknak a kezét, vagy a fejlesztőknek a kezét, hiszen csak azt lehet megcsinálni az eszközzel, amit azt tud. Az elmúlt években megjelentek a programozható routerek is a piacon.
Ezek egy felülről lefelé megközelítést követnek. Itt jelen esetben maga a programozható routernek a csipje, az kezdetben nem tud semmit. Legalábbis azt, amit ugye a hagyományos routereknek a csipjei tudnak. Tehát lényegében üresen érkezik maga ez a csip, és egy speciális nyelven mi mondjuk meg, hogy ezen a módon kell feldolgozni a csomagokat. Tehát kapunk egy programozási nyelvet, ebben a speciális nyelvben meg tudjuk fogalmazni az igényeinket, le tudjuk írni, hogy hogy kell működni egy routernek. Ha bejön egy csomag azzal, amit kell csinálni, bele kell olvasni a tartalomba, vagy nem kell bele mit csinálni. Tehát mi mondjuk meg, hogy mi történjen magában az eszközben. És utána ezt a információt, ezt rá tudjuk tölteni, illetve ezt a definíciót, specifikációt rá tudjuk tölteni magára a csipre, és onnantól a csip úgy fog működni, ahogy azt mi megmondtuk neki. És ez a fajta megközelítés, ez új távlatokat nyit, úgymond a hálózatok világában, hiszen innentől maguk a routerek már nem csak egyszerű csomagtovábbításra lesznek alkalmasak, ahogy azt ugye az előadás elején láttuk, hanem akár komplexebb számításokat is le tudunk velük írni. Maga a P4 nyelv, ami ennek a speciális rendszernek a programozási nyelve, ezt egy konzorcium fejleszti, és eredetileg a Stanford Egyetemről indult maga a kezdeményezés, és hát ennek a konzorciumnak a mi kutatócsoportunk is tagja, tehát az ELTE is részt vesz ebben a munkában. Ugye, hogyha még egy példát kéne hozni, akkor ugye a világban azt látjuk, hogy persze ugye vannak a számítógépek, és akkor a számítógépekben teszünk általános célú processzorokat, CPU-kat, és ha van egy Java programozási nyelv, abba leírjuk, hogy hogyan kell működni egy játéknak, van egy fordítónk, az lefordítja, és utána tudjuk azt futtatni az adott számítógépen. Ugye általában így működik az, ahogy fejlődik egy-egy program, egy játék, egy adatbázis szerver, vagy bármi egyéb, amire gondolhatunk. Vannak grafikus processzorok, ugye tudunk venni grafikus kártyákat az eszközeinkbe, ezeket szintén speciális nyelven, például OpenCL-ben tudjuk programozni, van hozzá egy fordítónk, és utána ezen a grafikus processzoron tudjuk végrehajtani az így keletkezett programot. Jelfeldolgozásnál hasonló, és ugye hát a gépi tanulás, illetve a mesterséges intelligencia területén ugyanúgy vannak ilyen tenzor processzorok, amik az elmúlt években jelentek meg, tehát ezek viszonylag frissek, és ugye ezek olyan speciális processzorok, amin nem tudunk játékot futtatni, de sokkal gyorsabbá tudjuk tenni mondjuk a mesterséges intelligencia vagy gépi tanulás algoritmusainak a végrehajtását. És ugye az a kérdés, hogy a hálózatok világában ugye ez hogy néz ki, és hát itt jelent meg maga a P4 nyelv, mint programozási nyelv, amihez szintén kapunk egy fordítót, és maga a chip, amit kapunk, azt PISA-nak nevezik, ami egy ilyen protokoll független switch vagy router architektúra. Itt néz ki, tehát itt van egy kép a magáról erről a programozható chipről, illetve ez csak egy példa, ez az első példa erre, ami P4 nyelven volt programozható, ma már sokkal több ilyen eszközzel találkozhatunk. És hát mi a jövő? Ugye láttuk azt, hogy ezek a programozható routerek már nem csak csomag továbbításra, tehát nem csak hagyományos hálózati feladatokra alkalmasak, hanem akár komplexebb számításokat is meg tudunk valósítani bennük. Pár éve jelent meg ez a cikk, ami azt taglalta, hogy az a furcsa vagy buta ötlet, hogy számításokat végezzünk a hálózatban, ez eljött el, illetve ennek az ideje az eljött el. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy eljött. Hiszen ez úgy néz ki, hogy napjainkban egy új kutatási terület lett, ez éppen felfutó ágban van, ugye főleg azért, mert most már a piacon is kaphatók ezek programozható routerek. Az első ilyen routert az 2 évvel ezelőtt kezdték el árulni, tehát hogy ez egy viszonylag friss terület. A P4 nyelv, ami ez adott programozási nyelv, az szintén fejlődik, elérhető bárki számára, tehát tudunk új ötleteket megvalósítani ebben a nyelvben, és ki tudjuk próbálni a prototípusokat.
tehát nem csak elméleti, hanem gyakorlati munkáról is van itt szó. És hát ugye a kutatások fő fókuszában az áll, hogy hogyan lehet hagyományos szerver számításokat, vagy azoknak egy részét a hálózatban megvalósítani. Tehát például gondolhatunk itt arra, hogy vannak szenzoraink egy területen, a szenzorok azok folyamatosan küldik a adatot, tehát például egy hőmérsékletszenzor, vagy egy füstszenzor folyamatosan küldi az adatokat egy felhőben levő szervernek, és az útvonal, a hálózati útvonal mentén, ahol ugye az adatcsomagok haladnak keresztül, már ott el tudjuk azt végezni, hogy esetleg, hogyha itt tűz van, akkor ugye a füstszenzornak egy tartományon, tehát a füstkoncentráció mondjuk megemelkedett, és egy magasabb tartományon belül van, vagy a hőmérséklet megemelkedett, és akkor ezeket már maguk az útvonal mentén levő hálózati eszközök is ki tudják szűrni, és esetleg mondjuk utasítást is tudnak adni mondjuk egy elektromos ajtónak, hogy akkor zárja le azt a területet, ahol ugye a tűz keletkezett. Vagy indítsa be a tűzoltó rendszert, és mondjuk kezdjen, tehát ezt az automatikus tocsoló rendszert indítsa be. Jó, tehát maguk ezek az eszközök itt már fel tudnak lépni úgy, mint ilyen adatfeldolgozó, értelmező eszközök, és még utasításokat is adhatnak más eszközöknek, amellett, hogy közben ugye a csomag továbbítási feladatokat is ellátják. És hát számos új alkalmazási lehetőség van, ezek közül a mi kutatócsoportunk az ilyen szenzoradatstreameknek a feldolgozásával foglalkozik, adatforgalom csökkentési megoldásokkal, hogy például 5G rádió esetén magán a rádión átmenő forgalmat azt csökkentsük úgy, hogy intelligensen szűrjük az adatot a rádió két oldalán, itt ugye szenzoradatokról van szó, vagy akár valós idejű vezérléssel is foglalkozunk, hogy egy-egy ilyen router hogyan képes mondjuk egy robotkart valós időben vezérelni. Erre majd látunk a előadás végén egy kis videót. És hát ugye látjuk, hogy maguk a programozható routerek nem csak csomagtovábbításra képesek, kihasználhatatlan számítási kapacitással rendelkeznek, hiszen nem mindig vannak csúcsra járatva, és ilyenkor a szabad kapacitás alatt, vagy a szabad időszakban ugye más számításokat is el tudnának végezni. A sávszélesség, amit el lehet érni egy ilyen eszközzel, az hatalmas. Tehát egy szerverhez képest sokkal nagyobb sávszélességet kapunk, tehát itt maguk az eszközök azok ilyen 12 terabit per szekundum sebességgel is képesek dolgozni. A késleltetés, tehát a válaszidő, ami alatt ők elvégzik a számítást, az nagyon pici, tehát ilyen mikroszekundum nagyságrendű, azonban ugye van rengeteg korlát, tehát ugye sohasem fogunk játékokat futtatni egy ilyen programozható routeren, hiszen nem ez a cél, nem erre lett ez kitalálva, tehát teljesen másra van optimalizálva maga az eszköz, de arra viszont nagyon jó, hogy üzeneteket fogadjon, azt feldolgozza, és utána tovább küldje valamilyen másik irányba. Tehát ezekkel a korlátokkal ugye meg kell küzdeni, és a kutatások jelentős része az arra vonatkozik, hogy a meglévő módszereket, algoritmusokat hogyan lehet úgy átalakítani, úgy egyszerűsíteni, hogy ezeken az eszközökön is végrehajthatók legyenek. És hát a harmadik rész, amit említettem, hogy a végén még egy robotkar is lesz, ugye ezek az eszközök használhatók robotkarok vezérlésére, illetve ilyen vezérlési feladatokra is, és hát a kutatócsoportunkban ez egy aktív téma. Ugye hagyományosan egy ilyen robotkarnak a vezérlése az úgy képzelhető el, hogy van egy robotoperációs rendszer, ugye ez látható a ábrának a jobb oldalán, és hát van egy robotkarunk, ugye ez van a bal oldalon. És mi feltételezzük, hogy a robotkarunk az egy ilyen nagyon egyszerű robotkar, ami lényegében ilyen, ugye látjuk, hogy ilyen csuklói vannak, általában 6-7 csuklója van egy ilyen robotkarnak, és ezek a csuklók, ezekben ilyen szervómotorok vannak, amik ezeket mozgatják. És mi feltesszük azt, hogy ezeket a szervómotorokat úgy tudjuk állítani, hogy a szögsebességét, a forgási sebességét fogjuk állítgatni ezeknek a motoroknak, és egy komplex mozgást azt úgy tudunk leírni, hogy
Hát koordináltan változtatjuk a sebességét ezeknek a szervómotoroknak. Ugye ez egy olyan feladat, amit alapesetben ez a robot operációs rendszer az úgy old meg, hogy maga a robotkar elküldi az állapot információját a operációs rendszernek, ő pedig utasításokat ad a robotnak, méghozzá megmondja azt, hogy melyik szervómotort, tehát melyik csuklót milyen sebességgel kell mozgatni. És akkor így, hogy ez folyamatosan küldi ezeket a sebességinformációkat, és így tudjuk leírni a komplex mozgásokat. Itt ugye nagyon fontos, hogy kis késleltetés és megbízható késleltetés legyen a két fél között, hiszen hogyha a késleltetés megnő, akkor a valós időhöz képest a robotkar az nagyon el fog csúszni, illetve hogyha az utasítások nem időben érkeznek meg a robotkarhoz, akkor ilyen akadozó mozgást fogunk látni. Azonban sok esetben maga ez a robot operációs rendszer ez nem rakható az eszköz közelébe, illetve ez nem biztos, hogy költséghatékony megoldás. Tehát lehet, hogy sokkal jobb lenne, hogyha az operációs rendszer, ez a robot operációs rendszer a felhőben futna. Ha viszont a felhőben fut, akkor nagy lesz a távolság a robotkar és a szerver között igazából, ami futtatja, és így nagy lesz a késleltetés, az idő a két oldal között, az üzenetek azok lassan fognak ugye visszaérni, és hát erre az a megoldási javaslatunk, hogy hát ugye maguk a hálózati eszközök is képesek bizonyos számítások elvégzésére, és persze a bonyolult számításokat az továbbra is csinálja maga a robotoperációs rendszer a felhőben, tehát ő lesz az, aki megtervezi, hogy milyen komplex mozgást hogyan kell leírni a magának a robotkarnak, és hát ezen a robot, vagy ezen ezt a komplex mozgást mi trajektóriának nevezzük, és a trajektórián belül mi kinevezünk ilyen speciális pontokat, ilyen kulcspontokat, és két kulcspont közötti átmenetet, az viszont már maga a switch is, tehát maga a programozható router is el tudja végezni, illetve ennek a vezérlését meg tudja oldani. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy maga a robotoperációs rendszer az leküldi magát a trajektória adatokat a routernek, és maga ez a programozható router ezt a trajektóriát eltárolja, és úgy fogja lejátszani, hogy kap egy üzenetet magától a robottól, ami a állapotát tükrözi, és utána visszaküld neki egy utasítást. Kap egy üzenetet a állapotinformációkkal, és küld egy utasítást, és az utasításban benne lesz az, hogy hogyan kell állítanod a sebességét a szervómotoroknak. Itt maga a router az az, aki kiszámolja azt, hogy az adott állapot függvényében hogyan kell a sebességvektorait a robotkarnak állítani, tehát az egyes csuklóknak a sebességét, és utána ezt leküldi magának az eszköznek, az eszköz pedig végrehajtja. És persze, ugye az továbbra is szükséges, hogy maga a router és a robotkar között kicsi legyen a késleltetés, de ez ugye garantálható, hiszen a robotkar és a felhőben levő operációs rendszer között amúgy is több router helyezkedik el, hiszen ezek távol vannak egymástól, és ott feltehetjük azt, hogy kellően közel el tudunk helyezni egy ilyen eszközt. Az előnye ennek a megoldásnak az, hogy a robotoperációs rendszer és a router között viszont lehet nagy is a késleltetés, hiszen ott nincs folyamatos interakció, a trajektóriát időnként rá kell tölteni magára az eszközre, és utána az eszköz azt képes lebonyolítani, illetve a robotkarnak a vezérlését önmagában képes lebonyolítani. Ugye maga a router itt állapotokat küldhet fel magának a robotoperációs rendszernek is, hogy ő is ugye információt kapjon magáról a robotnak az aktuális állapotáról, és ugye folyamatot ugye nyomon tudja követni, ami ugye az ipari környezetben történik. És végül nézzük meg, hogy is működik ez élőben. Itt most a koronavírus miatt valódi robot helyett csak egy szimulátort használtunk, de ez teljesen identikus magával a valós robottal. Maga a router, amit használunk, az egy valódi programozható router, ez egy 2 terabit per szekundumos sebességre képes, és hát a robotic operating systemet használtuk, mint robot operációs rendszer. És itt egy ilyen
lámpabúrát kell ugye megrajzolnia ennek a robotkarnak, és hát magát a vezérlést, ezt ugye maga az programozható router végzi, ő számolja ki azt, hogy hogyan kell a robotnak a csuklóinak a sebességét állítani ahhoz, hogy elérje a következő ilyen kulcspontot a trajektória mentén. És akkor utána lép a következő kulcspontra, és akkor azt próbálja elérni azzal, hogy ugye mozgatja a robotkarnak a csuklóit. És hát mit hoz a jövő? A jövő azt vetíti előre, hogy a hálózat egyre inkább mint programozható platform fog megjelenni. Ez azt jelenti, hogy igazából a hálózat minden egyes komponensébe, minden egyes pontján megjelennek majd a programozható komponensek, akár a maguk a hálózati kártyák, amik bekerülnek, ezek is programozhatóvá válnak, illetve maguk a routerek, switchek, amik az útvonalak mentén a csomag továbbításért felelnek, ezek is programozhatóvá válnak, és így ugye ezeket a lehetőségeket majd ki is lehet használni, akár ilyen újszerű alkalmazásoknál, mint ez a robotvezérlés is volt. Én köszönöm a figyelmet, és hogyha bárki kíváncsi további részletre a kutatócsoportunk programozható hálózatokhoz kapcsolódó kutatásairól, akkor látogasson el a weboldalamra.